885 elsős és 430 középiskolás tanuló ült az iskolapadba a kecskeméti tankerületi központhoz tartozó iskolákban. A kecskeméti református iskolában több mint 98 első osztályos kezdte meg a tanévet. Tóth Attila igazgató az értékadást és értékteremtést szabta egyik fő feladatul az iskolának. Iskola kezdéskor rendőrök segítenek a diákoknak átkelni a zebrán egész szeptemberben. A kampányhoz polgárőrök és a kecskeméti városrendészet munkatársai is csatlakoztak. Közös cél, hogy mindenki biztonságban érjen be az iskolába és érjen haza. Újra lehet közlekedni az Izsáki úton, megszűnt a forgalom elterelés a felújítással érintett útszakasz jelentős részén. A közlekedők számos csomópontot és kereszteződést használhatnak, ezzel egy időben új forgalomszabályozás lépett életbe. Már három helyen is találkozhatunk a K+R, vagyis a puszi és menny parkoló táblákkal az iskolák közelében. A K+R parkolóknak köszönhetően gyorsabbá és biztonságosabbá vált a tanulók iskola előtti be- és kiszállása a gépkocsiból. A Neumann János Egyetem Ganfkara ma ünnepelte az 1973-ban végzett hallgatók diplomaátadásának 50. évfordulóját. Az aranydiploma átadó ünnepségen 58 egykori diák vehette át diplomáját.